Bizonyítékaink vannak arra, hogy a baloldal hazudik a devizahitelesek megmentéséről. Nem egyszer felhívta a Mi Hazánk mozgalom a figyelmet arra, hogy a baloldal által bejelentett devizahitel megmentési program nem más, mint álságos és arcátlan propaganda. Ezt még tetőzi a hozzánk beérkezett dokumentumok, beszélgetések, amik alapján bebizonyosodott ez a kijelentésünk, hogy ráadásul ez az egész színjáték csak egy hazugság a részükről, és nem akarják valóban megoldani a devizahitelesek problémáját. Olyan beszélgetésekről kaptunk információt és dokumentumokat, melyben kiderülnek, hogy Róna Péterrel tartott kommunikáció folyamán pontosan Király Júlia, Márki-Zay Péter egyik szoros pénzügyi tanácsadójára hallgat csak kifejezetten, aki meggyőzte arról, hogy hülyeség, így van fogalmazva, ez az egész devizahitel megmentése dolog, és hogy nem kell foglalkozni a devizásokkal. Eddig még a kilakoltatások leállítását sem vállalta be Márki-Zay Péter. Illetve még arra is kiterjednek ezek az írományok, hogy még azt is hozzátette ez az összeköttető, hogy nem mernek neki menni a bankoknak, akik ugyebár a eredendő bűnösei ezeknek az egész devizahitel csalásnak, és pedig azért a bankért nem kár, aki az ügyfeleit meglopja, így fogalmaztak. Ilyen bankokra nem lehet gazdaságot építeni, és lám-lám valóban bebizonyosodott, hogy Király Júlia irányítja Márki-Zay Pétert, az a Király Júlia, aki nem más, mint az MNB volt alelnöke, aki felelős a devizahitel katasztrófáért. A dokumentumok alapján pedig tisztán látszik, hogy Márki-Zay nem kívánja megoldani valóban a devizahitelezés problémáját, ezzel teljesen Király Júliára hallgatva kilakoltatásokat sem akarja a jövőben felfüggeszteni. Ez a magyar emberek arcátlan becsapása és a devizahitelesek irányába mutatott hazugság. Nem elég az a színjáték, még a programjukban megjelent devizahitelre vonatkozó rész is kritikán aluli, mivel nem lehet a devizahitel károsultakra megoldás az elsétálás joga. Érdemes elgondolkozni egyébként azon is, hogy kinek lehetne vajon hasznos az elsétálás jogának a bevezetése, amikor pont az a dr. Sádör György, az MBVK, a végrehajtó maffiának a feje szerette volna bevezetni ezt a megoldást, hogy valószínűleg ez sem az adósoknak kedvezne igazából. A devizahitel elszámításra vonatkozó rész pedig a bankokat szolgálnák ki, senki mást. Valószínűleg nem is véletlenül egyeztethettek Csányi Sándorral, Király Júliáék, Márki-Zay Péterrel az elmúlt időszakban, így már nem véletlen az se, hogy nem fognak neki menni a bankoknak, mint ahogy ezt a dokumentumok is bizonyítják, mint amit az előbb beszéltem róluk. Ki kell jelenteni azt, hogy a baloldali összemosás devizahitel programja épp annyira alkalmatlan a devizahitelesek kártalanítására, mint amennyire alkalmatlanok a kormányzásra. A devizahitel katasztrófa végleges megoldás után kiállt, amihez csak is politikai akarat szükséges. Ezért a Mi Hazánk mozgalom elszámoltatja a bankokat, nem hátrál meg. Álláspontunk szerint a devizahitelezés bűncselekmény volt, a devizakárosultak ügyeiben fel kell függeszteni a végrehajtási eljárásokat, nem csak a kilakoltatásokat, a kár teljes mértékét bankadó jogcímen át kell hárítani az érintett bankokra, az adóból képzett pénzügyi alapot pedig biztosítaná a károsultak teljes kártalanítását. A Mi Hazánk mozgalom egyedüli hiteles pártként vallja azt, úgy, hogy a csalás áldozatai lettek ezek a magyar családok. Devizások ébresztő, ne higgyünk Márki-Zay Péternek, a Fidesz 12 év kormányzása alatt pedig semmit érdemlegeset nem tett a devizahitelesek megmentéséért, csak a harmadik út lehet a Mi Hazánk mozgalom a devizahitel károsultak megmentésére. Megoldás.